A város déli részén látható gabonamezők szépen lassan eltűntek, és az ipari szereplők vették át a helyüket. A leglátványosabb változás a Mercedes gyár és az úgynevezett déli iparterület esetében figyelhető meg. Az önkormányzat által kialakított telkek mindegyike elkelt, sőt, szinte mindenhol elkezdődtek a beruházások. A szélmalomcsárdával szemközt található területen az elmúlt években gomba mód nőttek az új csarnokok, a kedvező elhelyezkedés és az ipari fejlődés hatására pedig egy-egy cég már szinte ki is nőtte saját telkét. A területen a Mercedes gyárkecskemétre költözése előtt főleg kukoricamezőket láthattak az ötös főút mellett közlekedők, azóta egy körforgalom, buszmegállók, kerékpárutak és járdák segítik az iparterületen dolgozó közel tízezer ember munkába jutását. Az önkormányzati hatására a korábbi kukoricamezők szépen eltűntek, helyüket átvették az üzemek, csarnokok, telephelyek. A déli iparterület népszerűségéről és a cégek jelenlegi fejlesztéseiről bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban.